A mai videóban a szív egészségét támogató működését javító ételekről, vitaminokról és kiegészítő táplálékokról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Amikor megyünk fel a lépcsőn és nagyon könnyen, gyorsan kifáradunk, nehezen vesszük a levegőt, az jelzi, hogy a szívünk gyenge, gondok vannak vele. A magas vérnyomás, a szívritmuszavarok szintén jelzik, hogy gondok vannak a szív- és érrendszerrel. A legfontosabb ételcsoport a szívünk jó egészségben tartásához, azok a zöld színű zöldségek. Ilyenek például a leveleskel, a káposztafélék, a brokkoli, a rukkola, a pákcsoly és mások. A zöldségekben szinte minden összetevő jó hatással van a szív- és érrendszerre. Először is a polifenolok, amelyek ugye gyulladást csökkentenek, aztán a rostok, ugye a zöldségek tele vannak rostokkal, amelyek az LDL koleszterin csökkentésében játszanak kiemelkedő szerepet, és végül az ásványi anyagok, főként ugye a kálium és a magnézium, mind a kettő a szív- és érrendszer nyugtatásához elengedhetetlen. Szinte biztos, hogy sok káliumra és magnéziumra van szükségünk, ha magas a vérnyomásunk, ha magas a pulzusunk, vagy ha szívritmus zavaraink vannak. A zöldségeken túl a napi kálium és magnézium szükségletünket kiegészíthetjük ásványi anyagtartalmú italporokkal, például az elektronikkal. A szívcsakra színe tehát nem véletlenül zöld. A második szívtámogató ételcsoportba a bogyós gyümölcsök tartoznak, mint például a fekete áfonya, a tőzegáfonya, a fekete berkenye, a málna, a szeder, a gocsibogyó, a gránátalma. A bogyós gyümölcsökben lévő flavonoidok és fenolos savak egyértelműen csökkentik a szív- és érrendszeri megbetegedések esélyeit, csökkentik a magas vérnyomást és a gyulladásokat is. A bogyós gyümölcsök kiváló rostforrások is egyben, a rostok ugye a koleszterin normalizálásához kulcsfontosságúak. A gránátalma csökkenti a vérrögök kialakulásának esélyeit, javít a vérkeringésen, a fekete berkenye a vércukor normalizálásához nagyon jó, a tőzegáfonya és a fekete áfonya a vékony hajszálerek állapotán tud javítani. A bogyós gyümölcsök hatóanyagait a legegyszerűbben a belőlük készült gyümölcslevekkel tudjuk bevinni egész évben. Az artériás plakkok, tehát a lerakódások az ereg falán és a vérrögök jelentik a legnagyobb veszélyt a szív- és érrendszerre, ezért harmadik lépésben nézzük meg a legfontosabb mikrotápanyagokat és ételeket ezen problémák elkerüléséhez. Az E-vitamin, főként a tokotrienolok, a C-vitamin, főként a teljes értékű C-vitamin, tehát nem az aszkorbinsav, a B3 vitamin, azaz a niacin, a K2 vitamin, a nattokináz enzim, a fokhagyma hatóanyagai, az omega-3 sírsavak talán a 7 legfontosabb. Tehát ezen tápanyagok bevitelével tudjuk a legtöbbet tenni azért, hogy megelőzzük a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, mert a segítségével előzhetjük meg a gyulladásokat, a lerakódásokat és a vérrögöket. A nattokinázt és a K2 vitamint is kapszula formában célszerű pótolni, a B3-ból pedig a normál B3-at szedjük, ne a flussmentest. A napi rendszeres nyers fokhagymafogyasztás az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb eszköz a kezünkben a szív- és érrendszerünk hosszú távú jó egészségben tartásához. A legjobb ételek a fenti tápanyagok pótlásához a savanyú káposzta, a füstölt lazac, a napraforgó mag, a bózacsíraolaj, a homoktövis magolaj és ismét a friss zöld leveles zöldségek. A következő fontos tényező, ami szükséges ahhoz, hogy hosszú távon egészséges legyen a szívünk, az a szívizom megfelelő erősségének a megtartása. A szívizom megfelelően erős és hatékony működését, melynek fontos összetevője a szívizom megfelelő mennyiségű oxigénnel történő ellátása, segíthetjük az E-vitaminnal, ismét főként a tokotrienolokkal, segíthetjük Q10 koenzimmel és például a galagonyanyás virágporral többek között. A Q10-et fontos pótolni azoknak, akik koleszterin csökkentőt szednek, szívelégtelenségük van, vagy 60 év felett vannak már. A szívizom gyenge lesz, nem tud rendesen pumpálni, ha alacsony a szervezetünkben a nátrium mennyisége, tehát a kevés sót fogyasztunk. A sóbevitelünket semmiképpen se csökkentsük le, még magas vérnyomás esetén sem, hanem inkább ilyenkor a kálium bevitelünket növeljük meg. Annak érdekében, hogy a szívünk megfelelően erős és egyébként egészséges legyen hosszú távon, elengedhetetlen a rendszeres mozgás, főként a kardiók, mint a futás, úszás, kerékpározás. A sok szénhidrát fogyasztása
növeli a gyulladások esélyét az öregben, és egy idő után magas lehet a homocisztein szintünk, ami növeli az infarktus és az agyvérzés kockázatát. Ezzel egy időben csökken a B-vitamin szint is a szervezetben, pontosabban fokozott igény jelentkezik a B-vitaminok iránt, ha sok főként finomított szénhidrátot fogyasztunk. A B-vitaminok egyébként is fontosak a szív számára, az energiatermeléshez. Tehát itt az ötödik lépésben gondoljunk a B-vitaminokra is. A B-vitaminokat én természetes forrásból pótlom külön, például a sörélesztő pehelyel, de jó B-vitamin források a halak és a májételek is. És végezetül, ha szeretnénk egészséges szív- és érrendszert, fogyasszunk rendszeresen magas antioxidáns és polifenol tartalmú koncentrált ételeket. A három legjobb szerintem a szőlőmagörlemény, a virágpor, azon belül főként a már említett galagonya nyers virágpor és a mikroalgák. A szőlőmagban lévő hatóanyagok javítják a véráramlást, ezzel erősebbé teszik az érfalakat, csökkentik a meszesedés, illetve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát hosszú távon. A galagonya virágpor fokozza a koszorúér véráramlását, javítja a keringést és csökkenti a vérnyomást. Hatóanyagai kölcsönhatásba lépnek kulcsfontosságú enzimekkel, amelyek fokozzák a szívizom összehúzódási képességét, tehát nagyon jó a különböző szívbetegségekre. A mikroalgák pedig a vérnyomás, koleszterin és triglicerid csökkentő hatással vannak elsősorban. Következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amit az erek megtisztításáról készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!